Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak ma az aszcendensben, akkor kapunk szépségápolási tanácsokat, kiderül, hogy mit ígérnek a csillagok, milyenek az oroszlán jegyű emberek, megtudhatjuk, hogy milyen népszokások babonák köthetők az évezen időszakához, ezen kívül pedig a Mária Pócsik egyképhez látogattunk el, és a háláról beszélünk Kapinatyával. És egy pici meglepetést is tartogatok önöknek a végére. Tartsanak velem! Ha azt mondom, hogy Mazlák Katalin, akkor mindenki tudja, hogy most természetesen is véghez vihető szépségápolási tanácsokat kapunk tőle. A szépségápoláshoz mindig kapunk tőle tanácsokat. Ma is hoztál nekünk házi praktikát, meg professzionális technikát is. Na, akkor halljuk! Ma a házi praktikákból a teafélék felé fordulunk. Ugye a szépségápolásban nagyon sok helyen használják a teákat, akár a parfümkészítésben, bizonyos kivonatait, pakolásokban, krémekben. És én most egy különleges zöld teát, ami hazánkban nem kifejezetten elterjedt, mégis teaházakban beszerezhető, ez egy japán tea különlegesség, egy porított matcha nevű zöld tea. És azt fogjuk felhasználni egy pakolás készítéséhez. Mit fog velünk tenni ez a matcha porított zöld tea? Ez a matcha tea egy különleges eljárással készül. Először gőzölik a frissen szedett tea leveleket, azt követően pedig szárítják és porítják. Így tulajdonképpen mind a színanyagát megőrzi, mind pedig a teljes tartalmát és lehetőségekhez mértán legkevesebb mennyiségű tápanyagot veszít a feldolgozás kapcsán. Ennek kapcsán egy nagyon, nagyon intenzív antioxidáns tulajdonsággal bír, ezért jó nekünk a ránctalanítás szempontjából is, hiszen szabad gyökfogóként fogjuk alkalmazni ezt a teát. Simán vízzel keverjük össze, vagy valami mást is kell beletennünk? Én olajjal szeretem keverni, mert hogy képlékenyebbé válik, könnyebben lehet felvinni az arcbőrre, és ezáltal többek között az olajaknak az ápoló hatását is kombináljuk majd vele. Mindegy milyen olaj, vagy ezzel is lehet játszani? Lehet játszani, mert az olajak között is különféle fajsúlyú, sűrűségi olajaink vannak, és nyilván minél sűrűbb, gazdagabb egy olaj, annál inkább a szárazabb bőrökre lesz alkalmas. A jojoba azért a kedvencem nagyon régóta, hiszen majdnem minden bőrtípushoz ajánlható, mert leginkább hasonlít a fagyú összetételére, tehát a bőr felszínére ürülő fagyú összetételére, ezért ilyen sokoldalúan felhasználható, de nagyon jól tudunk dolgozni a szőlőmagolajával, mandulaolajjal, ricinusolajjal, olívaolajjal, akár napraforgóolajjal, tehát bármelyikkel gazdag pakolást készíthetünk. Mi a menete? Letisztítjuk a bőrt, ezt követően, hogy még mindig a natur megoldásnál maradjunk, egy kávézacos radírral folytatjuk, bővízzel kell öblíteni ezt a kávézacos radírozást, és így már előkészítettük a tápanyag felvételre a bőrünket, és ezt követően az olajjal kikevert macsát visszük majd fel, és hagyjuk legalább 20-30 percig hatni. Igen, és ezután simán lemossuk, vagy lehúzható lesz, vagy hogyan szabaduljunk meg tőle? Ez egy picit rászáradhat a bőrünkre, ezért óvatosan nedves szivacsal, vagy pedig nedves törölközővel egy picit felvizezve, és azt követően lágy mozdulatokkal töröljük le a bőrünkről a maradványait a pakolásnak, és utána napi ápolókrémünket használjuk szemápolóval kombinálva. De én, ahogy láttam, pohárba is készült ilyen tea, tehát ezt célszerű iszogatni is? Így van, a macsának kétféle verziója is létezik, teaként is fogyasztják, illetve a régebbi leveleket, jelen esetben ezt használtuk a pakoláshoz is, szépségápolóként, illetve fűszerként szokták alkalmazni. Fűszerként milyen ételekhez? Kicsit kesernyés íze van. Tehát a teához képest a fűszer verziónak egy kicsit karakteresebb, kesernyésebb az íze. Tehát olyan jellegű ételekhez, amiben ez az ízvilág passzol, nyugodtan alkalmazhatjuk.
Aki kíváncsi rá, hogy mit ígérnek a csillagok, és milyenek az oroszlánjegyűek, hogyan kell velük bánni, azok most figyeljenek. De soha nem szabad elfelejteni, hogy a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Kos, lehet, hogy kicsit lassítania kellene a tempón, olyan, mintha úgy állnának a dolgai, hogy ahhoz is nagyon szaladnia kellene, hogy saját magát utolérje. Bika, vegye tudomásul, hogy vannak váratlan dolgok, vannak jó meglepetések. Persze, felteheti a kérdést, hogy létezik-e véletlen, s ha igen, miért nem? Ikrek, érzi már az elindított változások jótékony hatását, de még nem meri magát beleélni, hogy ennyi jó egyszerre megtörténhet önnel. Rák, ha lehetne, most benyomná az áj gombot. Minden olyan jó, idilli, hogy legszívesebben ki sem lépne ebből a periódusból. Oroszlán, helyes döntés, ha több figyelmet szentel emberi kapcsolatainak. Sok jövőbeni tervének itt kezdődik a megvalósítása. Azoktól kaphat majd sok segítséget, akikkel ezekben az időkben találkozik. Szűz, hatalmas elánnal indul neki az új kihívásoknak, de valahogy félúton elfogy a lendülete. Próbálja meg, ahogy a hosszú távfutók, inkább kisebb lendülettel az elején, de tartson ki az energia a célig. Mérleg. Kicsit, mintha túl sokat angodalmaskodna. Fölösleges. Minden a legjobb úton halad, és célba is ér. Ezért is lenne több haszna, ha az aggodalmaskodásra fordított energiát konstruktívabban használná. Skorpió. Nos, eljött az az idő, amikor sorra alakulnak a lehetőségek, jobbnál jobb ajánlatok. Ráadásul a magánéletben is kellemes heteknek nézelébe. Nyilas, aki két végén égeti a gyertyát, annak számolnia kell azzal, hogy sokkal gyorsabban elég majd. Nyugalom. Gondolja át racionálisabban helyzetét, és azt is, hogy adott esetben mit tanácsolna a barátjának ebben a szituációban. Aztán pedig szépen fogadja meg a saját tanácsát. Bak, annyi minden másképpen alakult mostanában, mint ahogyan tervezte. Se baj. A lényeg, hogy tudja tartani a fordulatszámot a változásokkal, így lehet, hogy más irányba ugyan, de mégis jól jöhet ki a helyzetekből. Vízöntő. Mindegy, mennyire mérges, és mindegy, mennyire kényelmetlenül érzi magát a kialakult helyzetekben. A megoldás kulcsa önnél van. Csak ahhoz, hogy használni tudja, saját hibáit is be kell lássa. Halak, már leginkább tart attól, amit el akart érni. A cél mindjárt itt van, de kezdi azt érezni, mégsem akar célba érni. Látnak valakit kipirult arccal kiabálni, meg ne bántsak senkit ordítani, az illető oroszlán. Hamar dübegurul, kipirult arccal, magából kikelve teremt rendet. Nagyon szeretem ezt a típust. Először is aranyszíve van emellett, tényleg indulatos, de ha egyszer megmondta a véleményét, örökre el van felejtve, nincs bosszú, nem nyúl utána senkinek. A dolog le van rendezve, nagyon jó szívű, hiú. Egy oroszlánnál a hiúságon keresztül mindent el lehet érni, csak vigyázni kell, mert ha úgy dicsérjük, hogy érzik, hogy ez érezhető, hogy ez nem igaz, vagy álságos érdekből, jobban megsértődik, mint ha átkozódnánk, kikéri magának. Egyébként igazság szerető, nem csak a saját igazáért, másokért is kiáll. Dr. Pál István mindig elmondja nekünk, hogy nagyanyáink, dédanyáink milyen népszokásokat tartottak, mik voltak azok az ünnepségek, amikről feltétlenül megemlékeztek, és minek mi a gyökere. Most is ez fog következni. Augusztus már a nyár végét jelenti, mindjárt itt a suli is, de azért még hullanak is a csillagok. És még mire figyeljünk? Hát augusztus a kisasszony hava. Érdekes különben, hogy augusztus 15-tel kezdem a érdekességeknek az említését, és ez pont a Nagy Boldogasszony napja, és olyan ellentét a két név, de nem véletlen, hiszen a Nagy Boldogasszony és a Kis Boldogasszony közötti időszak, az két asszony közi, így nevezte
a népi fáma. Ez augusztus 15-től szeptember 8-áig tartó időszakot jelentette, ami nagyon fontos varázserejű időszaka volt a magyar néphitnek. Ekkor kezdték el gyűjteni azokat a tojásokat, amelyek egész télen elálltak, tehát tulajdonképpen érdemes volt ilyenkor összegyűjteni ezeket. Az ilyenkor ültetett tyúknak az összes tojása kikelt, tehát az összes tojásból csirke lett, nem zápult meg a költés közben. Az ilyenkor kikelt csirkék lettek a következő évben a legjobb tojótyúkok. Tehát azért is ilyen varázs erejű ez az időszak. Ilyenkor kezdték el a hombárokat szellőztetni, nem véletlenül, hiszen ha bedohosodott bele a termés, akkor az ezévi ilyenkorra lassan kicsépelődött gabonát nem volt hova rakni, és károsodott volna a jövő évi élelmiszernek az alapja. Ilyenkor rakták ki a téli ruhákat szellőzni, szintén a bedohosodás vagy a különböző kártevők elleni védekezés miatt. Ennyit a két asszony közéről. Még egy jeles ünnep van, ami viszont nagyon fontos már szinte egy évezred a magyarság történetében, a Szent István napja, augusztus 20-a. Nevezték alkotmánynapnak, nevezték új kenyér ünnepnek, ami részben megmaradt, részben az elnevezés homályba veszett, de egyébként ami megmaradt, ez a Szent István ünnepe, amikor az emberek már az új búzából őrölt lisztből sütötték első alkalommal ez év során a kenyeret. Ilyenkor megszentelték a papok, vagy megáldották, szétosztották a hívők között azért, hogy örüljenek az ezévi termésnek, azért, hogy végre beérett az a munkának a gyümölcse, amit egész évben a gabona termés biztosítása érdekében a földbe fektettek. Tehát ez egy olyan ünnep, amikor az emberek már ráérnek ünnepelni is, ráérnek úgy ünnepelni, hogy az aratás befejeződött, ilyenkor arató koszorúkat fontak az uradalmakban arató emberek, asszonyok, énekkel, tánccal vitték a gazdához, aki ilyenkor megjutalmazta őket, sok helyen bált is tartottak, aratóbálokat, és evéssel, ivással ünnepelték meg ennek a nagyszerű munkának a befejeződését. És augusztus a hullócsillagok időszaka is. Hát bizony, nem kell elfeledni, hiszen ez egy olyan természeti jelenség, ami az embereknek is megragadta a fantáziáját. Ilyenkor mindig nézni kellett, különösen olyan estéken, amikor nem voltak felhők az égen, azt a rengeteg csillagot, ami tulajdonképpen egy meteor rajnak a föld légkörébe való kerülését jelenti, és amikor lehullanak a föld ezek a meteorok, akkor megsemmisülnek, de ilyenkor kívánni kellett az embernek valamit, és ha sikerült, akkor bejött neki, és boldog volt mindenki. Még egy kérdés a kenyérrel kapcsolatban, nem csak az új, hanem én emlékszem rá, hogy nagymamám mindig, mielőtt megszelte a kenyeret, tett a hátuljára egy keresztet. Ennek mi volt a jelentősége? Hát megáldotta. Egyrészt köszönetnyilvánítás azért, hogy a kenyér rendelkezésre áll ahhoz, hogy az emberek jól lakjanak, ehessenek. Ugyanakkor ez egy olyan megszentelési eljárás, amit a pap is, ha figyeli valaki, akkor keresztel, tehát a katolikus természetesen keresztet rajzol a kenyérre. A kenyérnek egyébként nagy tisztelete volt a magyarság körében. Ha leesett is a földre, akkor sem volt szabad kidobni, az állatoknak sem adni, hanem le kellett hajolni érte, le kellett fújni róla a port, és meg kellett enni, hiszen a kenyér az maga az élet, amint már korábban említettem, hogy életnek is nevezik a gabonát, tehát ezért minden megbecsülés járt ennek a kenyérdarabnak is. Akkor most következzen az a picike meglepetés, amit ígértem önöknek. Időről időre kapok a kedves nézőktől olyan megkereséseket, melyek ritkán felbukkanó könyvek egyéb kiadványokkal kapcsolatos érdeklődések. Nagyon sokszor kérdezték, nem tudom-e, hol lehet kapni az eredeti Bach terápiát bemutató könyvet. Évek óta mindenhol csak azt a választ kapom én is, hogy már közel 20 éve nincs, és akkor csak úgy véletlenül belebotlottam a könyvbe a minap. Nagyon szép fotókkal illusztrált, nem is könyvesbolti, hanem ahol Bach terápiás cseppeket forgalmazó boltok vannak, ott lehet vele találkozni.
ráadásul nem is valamelyik nagy kiadó adta ki, hanem a jelek szerint erre a gyógymódra specializálódott magánkiadásban került forgalomba. A kötet igényes, nagyon szép fotókkal, élmény lapozgatni is. Mária Pucs neve még a nem hívők számára is a csodatévő szűzanyát jelenti. Szeretünk kérni, és szeretünk hálásak is lenni, mint ez kiderült. Az hívek kérései, a csodák, amik megtörténnek, azért sarkalják arra az embereket, hogy hálásak legyenek. Ugye tanúskodik erről számtalan hálát kifejező tábla is. Olykor hálátlannak tartjuk magunkat, de itt azt kell mondanom Mária Pócson, hogy ennek az ellenkezőt tapasztalom meg. Igenis, a hála megvan az emberi akaratban és szívben. Tehát tényleg valóban sokan jönnek kérni, de nagyon sok jelét látjuk a hálának. A templom fala itt a teljesség igénye nélkül, hiszen nem is célunk, de nem is férne el az a sok-sok emléktárgy vagy hálaajándék, amit idehoznak a kedves testvérek. És ezek nem is látványos dolgokban születtek meg, tehát nem kell mindig óriási gyógyulásra gondolni. Tehát nekem a legkedvesebb történeteim közé azok tartoznak, amikor arról számol be valaki, hogy kibékült, vagy hogy itt született újjá. Tehát nem föltételül a konkrét fizikumban és egészségben. Egyébként nagyon sok hálás hölgyet köszönhetünk, és ez nagyon érdekes, most figyeltem fel rá, hogy nagyon sok gyermekáldás kötődik ide. Tehát olyan hölgyeknek a történetét kapjuk meg, akik 10-15 éven keresztül mindenféle tudományos módszert végigjárva nem kapták meg az áldást, és a pócsi látogatásuk vagy látogatásaik után megtörtént. Erről sok-sok ilyen tábla tanúskodik. De tényleg talán a közelmúltnak az egyik legizgalmasabb hálája, hogy itt a, hát itt szegény környékén élünk, itt Mária Pócson, tehát senki sem annyira gazdag, de a szegények között is vannak úgy aránylag még szegényebbek is. Ott van egy cimborám, aki hát néha jött kölcsönkérni, vagy jött dolgozni egy kis fizetséget, tehát roppant módon nem volt jó módú, de amúgy nem tartozott a templompadot koptatók közé, tisztelettudó rendes ember, de nem egy rózsafüzér társulati bokoranya volt, hogy enyhén fogalmazzak. És az egyik reggel, pontosabban nem az egyik, hanem egy hétfő reggel, ez pont egy éve volt, csöngetett, vagy kopogott nála. Hát tudni-e, hogy hétfőn nem nagyon szeretem, hétfő reggel 8-kor, hogyha indítjuk az életet, és hát elég mogorván beszéltem vele, és ő mondta, hogy ő szeretne ajándékot adni. És akkor mondtam, hogy én nem hiszem, mert hát ez pont fordítva szokott történni. És akkor tehát tényleg olyan mogorván beszéltem vele, hogy én fordított helyzetben megsértődtem volna. Aztán mondja, hogy de ő most fogadni, mert ő nyerte meg a 6-os lottót. Hát akkor gondoltam én arra, hogy megint meg akar vezetni, hogy így könnyebben tudjon segítséget kérni. Aztán megállapodtunk, hogy kedden majd megbeszéljük akkor, hogy mit akar ajándékozni. És délután pedig felhívott a helyi lottózóból a barátom, és mondta, hogy képzeld el, itt a pócsi irodában adták föl a szelvényt, amely megnyerte a lottót. Úgyhogy percek alatt kiderült, hogy ez a barátom nem hazudott, hanem valóban megnyerte, és egy olyan fölajánlást tett, hogy a templom kertben egy gyönyörű Szent Elvis tartó kutacska van, amelyen a életadó Máriának a domborműve jelent meg. Én azért szeretem ezt a történetet, nem pusztán, mert megint kaptunk valamit, és gazdagodott a kegyhelyünk, hanem nem törvényszerű az, hogy a pénz mindenféleképpen elvegye az embernek a józan eszét. Tehát igenis, ezeket az eszközöket a Jóisten azért adta, hogy okosan és bölcsen használjuk, és tényleg hálás vagyok ennek a csoda történetnek, mert lelki gyakorlatokon, lelki beszélgetésekben gyakran felidézem, hogy tehát nem attól kell félni, ami van, hanem attól kell félni, amit nem tudunk jól használni. Thank you.
Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, élvezzék a nyarat, tartsanak velem legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Viszontlátásra!